Ugye nagyon sokat gyepáljuk a magyar egészségügyet, többnyire teljesen jogosan. Most nem akarok belemenni ebbe, de ugye rendszer szintű hibák vannak. Akiket szinte soha nem bántunk, azok az orvosok, akik többnyire felül tudnak emelkedni a mostani körülményeken, és próbálnak gyógyítani. Prodan Zsolt igazi orvos celebritás, a nevét egész Európában ismerik, mesés fizetésekért gyógyíthatna bárhol Európában, bármelyik német kórházban saját osztályt kaphatna azonnal csodálatos feltételekkel. De Prodan doktor azt mondja, hogy itthon van rá szükség, és ő elsősorban a magyar gyerekeken akar segíteni. Mi akkor figyeltünk fel rá, amikor a közelmúltban a gyermek CT-ben kivetítős mesefigurákkal dobta fel a rideg környezetet. Senki nem kérte meg erre, nem is ez a feladata, de ő mindig azon pörög, hogy a betegeinek, a kis betegeinek jobb legyen. Apró páciens testét takarják le a műtőben. Az alig egy éves csöpségnek, Gerdának csak a mellkasát hagyják fedetlenül. Hamarosan ugyanis megkezdik a szívének az operációját. A 9 kilós és mindössze 76 cm-es kislánynak lyukas szívként emlegetett veleszületett szívrendellenessége van. Ez azt jelenti, hogy a jobb és baloldali pitvart elválasztó sövényen egy lyuk tátong. Van egy akkora lyuk a pitvarok között, hogy nagyon nagy mennyiségű vér fölöslegesen folyik a tüdőbe. Ha ez a lyuk kisebb, akkor lehet, hogy az életben sose kell hozzányúlni. Az EKG csipogásától nem messze dermedt csend van abban a kórteremben, ahol Gerda édesanyja várja a műtét végét. Lassan telnek az órák, Veronika nem tud más tenni, mint idegesen pakolja egymás után a kislánya kedvenc játékait. Jó feszültséglevezető ez. Az operáció előtti 3-4 óráig nagyon jól sikerült tartani magam, és most borultam ki nem olyan rég, de majd el fog múlni. Veronikát egy dolog nyugtatja, jó kezekben van a kislánya. A műtétet az Országos Kardiológiai Intézet nemzetközileg elismert főorvosa, a gyermekszívek specialistája Prodan Zsolt végzi. Mielőtt megmutatnám, hogyan zajlott az életmentő műtét, engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Prodan doktort, akivel egy fél napot töltöttünk. Igen, igen. Jó napot kívánok, üdvözlöm. Csuklom. György Gabriella vagyok. Ez egy csuklom, Prodan Zsolt. Azért csak ennyit, mert a nap másik felében Krakkóba sietett, ott is egy műtét várt rá. Bevallom, találkozásunk pillanatában már éreztem, fel kell vele vennem a ritmust, mert noha azt mondta, az előző napja különösen fárasztóan telt. Nagyon hosszú műtéti sorozat volt, este fejeztük be mind a két műtőt. Elvileg egy ügyeletes sorunk van, de most mindenki túlvállalt, tehát hogy tovább dolgoztak. Az mit jelent ez az este? Hogy olyan 7 óra fele keveredtünk haza. Ez másnap már egyáltalán nem látszott rajta. Alig, hogy megérkezett a munkahelyére, már meg is kezdte a szokásos reggeli konzultációt, az előző napi késő estig tartó műtétek tanulságairól. Volt miről beszélni. Akkor ez most egy ilyen nehéz időszak? Hát decemberben már elkezdődött, mert volt egy olyan transzplantációnk, akinek egy olyan donor szívet fogadtunk el, amely teljesen jó volt az ódrangon, de egy nagyon komoly autóbalesetből származott, és utólag derült ki, hogy a szívem is nagyon komoly belső sérülések voltak, amik nem látszottak az ódrangon. Akkor újra kellett transzplantálni. Rohan is tovább, de később megtudom, hogy Magyarországon 10 éve végeznek szívátültetés gyerekeken, évente átlag 8 ilyen műtétet. Prodan doktor a Harvard ösztöndíjasa volt, tanult Párizsban is. A legnevesebb nyugat-európai és amerikai szívtranszplantációs központok meghívásainak nemet mondva tért haza 2011-ben Münchenből, ahol főorvosi pozícióját hagyta ott, hogy a budapesti központban dolgozhasson, és azért, hogy részt vegyen a hazai gyermek szívtranszplantációs és műszívprogram fejlesztésében. Van egy nagyon fiatal csapat, én vagyok most a legidősebb kollega, és azt látom, hogy ez a fiatal csapat előre akar menni, és igazán én csak ebben a csapatban szeretnék focizni. Tehát, hogy ez egy ilyen jó érzés, egy olyan helyen dolgozni, ahol megpróbáljuk ezt a munkát, amit mi csinálunk, a lehető legmagasabb színvonalon csinálni. Hamarosan kezdődik az egyéves Gerda műtéte. Minden beavatkozás felé egy érzelmi hullámvasúttal, de Prodan doktor azt mondja, nem izgul, mert olyan csapatban dolgozik, ahol mindenki tudja a dolgát. Az egyik műtős fiút meg is dicsértem, mert láttam egyszer egy ilyen pillanatot, amikor átvette a kisgyereket az anyjától, és az a 4 mozdulata, hogy rátette a tolókocsira, beburkolta, hogy ne fázzon, és még a kis arca elé is ráhajtotta,
azt és nagyon nagy rutinnal csinálta, de olyan szeretettel, hogy én meghatódtam. Tehát vannak ilyen emberi momentumok ezekben a pillanatokban, és amikor az ember így hirtelen azért, hogy a hétköznapon keresztül rálát valamire, és ez, szerintem aki gyerekellátásban dolgozik, az azért dolgozik itt. A kollégák emberi hozzáállása azért különösen fontos, mert ha a szülő ideges, az átragad a kicsire is, meséli. De mielőtt kifejteni, miről is van szó, a munkatársa jelzi, dolog van. Szerintem most már hagynunk téged, menni kell. Arra azért még jut idő, hogy az agódó édesanyát meglátogassa. Eljött a nagy perc. Igen, én már kibögtem magam reggel. Igen, úgy, igen, igen. De még csak egyszer csúszott el, úgyhogy ez nem csúszott olyan sokat. Nem, ja, nem azért, hanem ja. Nekem így ma így ideig is sikerült igen. Tartani magam is, akkor egy ilyen 3 órás diszkét bögés után. Azt mondja, és a Gern egy utolsó fél óra bögés. Most kell még kitartani egy kicsit, aztán jövünk és beszélgetünk műtét végén, jó? Az anyuka később megerősíti azt, amit láttam. A doktorból a kezdettől fogva árad az odafigyelés és a szeretet. Én az odafigyelést éreztem részéről, az emberséget, a végtelen emberséget és az odaadást, és éreztem a humort egyébként, ami nagyon sokat számít ilyenkor, és nagyon sokat segít. Szükség is van a lelki támogatásra, hiszen óriási terhet cipelnek magukkal, mióta kiderült, hogy Gerda lyukas szívvel született. A 6 hetes korában elvittem szívultrahangra, akkor ott mondták, hogy hát ez a luk ez pont azon a határon, hogy vagy be fog forni, vagy nem fog beforni, és hát nem forrod be, hanem nőtt ez a luk, és elérte azt a kritikus méretet, és olyan helyen van, hogy csak és kizárólag így lehet megoldani, hogy operálják. Ha nem hajtanák végre rajta a műtétet, akkor a szívén lévő lyuk miatt túl sok vérrel telítődne a tüdeje, ami előbb-utóbb oxigénhiányos állapothoz vezetne. A beavatkozás egy részén mi is részt vehettünk. Szívszorító volt látni, hogy orvosok hajolnak a kis teste fölé. Majd megpillantottam az arcát, és elfogott az aggodalom. Elég elő van az aorta, úgyhogy... Nagyon elő van az aorta. Szerencsére kiderült, hogy Gerdánál jóval kisebb babák is kerültek már Prodan főorvos kezei közé. Rendszeresen operálunk 500 g-os koraszülötteket, de azokkal nagyon egyszerű dolgokat tudunk csak csinálni. Egy vizet kérek, magzati érlekötést. Nekik mekkora a szívük, hogyha valami ez kellene? Egy dióhoz tudnám hasonlítani. A gyermek szívsebésznek 2 fia van, de azt mondja, muszáj elvonatkoztatnia attól, hogy egy gyerek fekszik a műtőasztalon. Speciális szemüvegével a szívet 4-szeres nagyításban látja. Ilyenkor csak az apró részletekre szabad figyelnie. Metamotor! Hevesen dobog a kis Gerda szíve, majd egyik pillanatról a másikra leáll. Mielőtt azonban bárki megijedne, elmondom, hogy ez egy természetes folyamat. Ahhoz ugyanis, hogy az orvos hozzáférjen ahhoz a területhez, amivel dolgozni akar, a kislány szívét egy rövid időre le kell állítania, egy szívbénító oldat segítségével. A keringés biztosítását ilyenkor ez a berendezés, az úgynevezett szívmotor veszi át. Ezután kezdődik a legfontosabb rész, egy különleges anyagból készült foltot varnak a szívre, hogy kitöltsék a lyukat. Néhány óra eltelte után a pacsi és az örömteli arcok azt jelzik, hogy a műtét bizony sikeres volt. Prodan főorvos pedig maga biztosan jön ki a műtőből. Hál' Istennek nem a legbonyolultabb műtét volt, amit szoktunk csinálni. Ezt inkább azt mondanám, hogy az első kategória, és aztán van ennél közepesen bonyolult és nagyon bonyolult. Legyen szó a legbonyolultabb műtétekről is, ma már 100 esetből 97 győzelemmel végződik, de a kardiológusok sem mindenhatók. De a legborzasztóbb az, amikor valaki már számos műtét után jut egy olyan állapotba, hogy nem tudunk vele tovább menni. Hál' Istennek ezeknek a betegeknek egy részét meg tudjuk transzplantálni, és évente Magyarországon olyan 6-8 transzplantra van szükség gyerekkorban. Leírhatatlan látvány az örömük, meséli a doktor. Amikor jönnek az ambulanciára transzplantáltan, úgy rohangálnak, mint egy motoregér, és teljesen egészségesek, ez mindig nagyon nagy erőt ad a következő transzplantációhoz, ami általában az egy 48 órás meló. Nem is a munka miatt, hanem az összehangolás meg a várás miatt. Viszont az nagyon fontos tudni, hogy a transzplantáció az egy nagyon nagy fegyelmet és nagyon sok gondozást és folyamatos gyógyszerszedést jelentő történet, és nem mindenkinek az segítséget. Gerda viszont a műtét után is teljes életet élhet, sportolhat, mint bármelyik másik gyermek. Az idegőlő várakozás végén erről a szülőket is értesíti az orvos. Jó hírek vannak, jöjjön. Jöjjönnek, igen. Készen vagyunk. Köszönöm. Meg vagyunk, nem volt sem probléma. Jöjjönnek.
A megkönnyebbüléstől, mintha egy szikla esett volna le mindkettejük szívéről. Az arcukra azonnal széles mosoly ül ki a tudattól, hogy egészségesen kaphatják vissza a gyermeküket. Ennyi. Köszönjük. Látunk már súlyosabb dolgot azért. Igen, mi is hallottunk, amit ja. Azonat vártunk. Igen. Jó. Ezzel kell hazamenni, hogy látunk már súlyosabb dolgot. Nem túlzás azt mondani, hogy Prodan doktor éjjel-nappal műt, amikor pedig éppen nem azt teszi, akkor azon gondolkozik, hogyan lehetne szebbé tenni a szívbeteg gyerekek életét. Legyen szó a fal kicsinosításáról. Most 22-én várjuk a Kecskeméti Rajzfilm Stúdiónak az örököseit, akik a motivum kincset tudnak rendelkezni, és átgondoljuk azt, hogy esetleg még szebb legyen ez a folyosó itt. Vagy éppen erről az elektromos kisautóról, amit az egyik páciens apukájának a segítségével szereztek be. Ezt nagyon imádják a kis barátaink, és akkor mindenféle funkciók vannak, és van benne egy utas is, eldugva, egy hernyó. Büszkén mutatja azt is, miközben végigvezet az osztályon, hogy itt magától értetődő az, hogy a szülő a gyereke mellett alszik, és a felnőtteknek külön vizes blokkot is kiépítettek. A kiságy mellett ott van egy kinyitható szivacságy a legolcsóbb verzióból, de amikor én azt láttam, hogy a nővérek is odaülnek, és azon etetik a gyereket, és olyan otthonossá teszi a szobát, hogy ez egy fantasztikusan klassz dolog. Legutóbb pedig azt intézte el egy vetítő segítségével, hogy Meseországba csöppenjenek a gyerekek CT vizsgálat közben. A kis pácienseknek így talán kevésbé félelmetes a nagy, fehér, zúgó szerkezet. Amikor arról szólnak a hírek, hogy 1400 településen nincs házi orvosi praxis, vagy arról, hogy Veszprémben egy 12 ágyas intenzív osztály fenntartásához sincs elég orvos, akkor különösen jó érzés tudni azt, hogy vannak olyan szakemberek, akik külföldi, jól fizető pozíciójukat hagyják ott azért, hogy itthon gyógyíthassanak. Főleg akkor, ha olyan emberséges módon teszik mindezt, mint Prodan Zsolt. A Heti Naplóban György Gabriella riportját látták. A kis Gerda egyébként meg az intenzív osztályon van, de szépen gyógyulnak a sebei, sőt az anyukájától úgy tudjuk, hogy imádják az ápolók, sűrűn veszik ölbe, és babusgatják, ha minden így megy tovább, akkor hamarosan haza is vihetik a szülei.